Madrid újabb egészségügyi zónákat zár le, Katalóniában véget ér a régiós karantén, Valenciában pedig tovább tarthatnak nyitva a bárok. Keverné az oltóanyagokat a spanyol kormány, Pfizert adna azoknak, akiket elsőként AstraZeneca-val oltottak be. Fenyegető levelet kapott több kormánytag, a borítékban egy töltény is volt. Visszaadják Franco örököseinek az egykori diktátor kastélyában lévő vagyontárgyakat. Rögtön kezdünk! Sziasztok! Megérkeztem a legújabb spanyolországi tudnivalókkal, hírekkel. Ezen a héten sem voltunk információ szűkén, mielőtt azonban neki látnék, tudjátok mi jön. Iratkozzatok fel a csatornámra, és kapcsoljátok be az értesítéseket a csengő gombra kattintva, lájkoljátok a közösségi oldalamat Facebookon, Twitteren és Instagramon, valamint hallgassátok rádiónkat, a Rádióbrendet a www.radiobrand.eu weboldalon keresztül. És akkor kezdjük is a lapszemlét. Először elmondom nektek megint a legfontosabb változásokat a korlátozásokkal kapcsolatban. อัน Nos, tehát akkor az első hír. Madrid a szükségállapot végéig meghosszabbította az éjszakai kiárási tilalmat, ami továbbra is este 11-kor kezdődik, és reggel 6-kor ér véget. A találkozókra vonatkozó korlátozások köztük a privát összejövetelek tilalma szintén eddig az időpontig marad érvényben. Emellett korlátozzák a kibejárást újabb négy egészségügyi zónában, és plusz egy községben is hétfőtől, azaz április 26-ától. Mutatom a listát, közben, ahogy szoktam, itt ki vannak emelve vastag betűkkel az érintett területek. Az alatta lévő bekezdésben pedig olvashatjátok azoknak a zónáknak a listáját, amelyekben hétfőtől feloldják ezeket a korlátozásokat. A Katalóniában élőknek egy jó hír, hétfőtől megszűnik a régiós karantén, azaz a confinamiento comarcal, ez azt jelenti, hogy a katalán közösségben élő állampolgárok szabadon mozoghatnak a régió teljes területén. Ezzel együtt további enyhítéseket is bejelentett a kormány, kinyithatnak a bevásárló központokban lévő éttermek és bárok. Egy asztalnál ugyan továbbra is csak hat ember ülhet majd, de már a nem egy fedél alatt élők is összeülhetnek egy-egy közös ebédre vagy vacsorára. Valencia elnöke Csimó pulcsis lazításokat jelentett be. Ismét lehet vacsorázni például a valenciai éttermekben, ugyanis délután 6 óra helyett hétfőtől már este 10-ig, tehát a kiárási tilalom kezdetéig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek. Ezzel együtt azonban érvényben marad az az előírás, mi szerint egy asztalnál csak 6 fő ülhet, valamint nem oldja fel az elnök a közösségi határzárat sem. Jöjjön most Andalúzia. Az ottani elnök április 29-ig hosszabbította meg az éjszakai kihárási tilalmat, este 11-től reggel 6-ig, valamint a közösségi határzárat és a provinciák közötti utazási-átutazási tilalmat is. Juanma Moreno ugyanakkor közölte, hogy ha a számok javulnak, akkor jövő hittől megkezdik a lazításokat. Lario csökkentette a vendéglátóhelyek befogadó képességét, a Kanári szigetek pedig bejelentette, hogy este 11 órára tolja az éjszakai kijárási tilalom kezdetét Gran Canarian és Tenerife-n, valamint engedélyezi az utazást a két sziget között megfelelő igazolás, valamint negatív antigén vagy PCR teszt felmutatása mellett. Ezzel együtt azonban mindkét sziget marad a hármas riasztási szinten. A Baleár szigetek szintén lazításokat jelentett be, ők is este 11-re csúsztatják az éjszakai kijárási tilalom kezdetét, hogy a bárok és éttermek tovább tarthassanak nyitva. Most már nem csak az egy fedél alatt élők szervezhetnek találkozókat, viszont egy asztalnál továbbra is csak hat fő ülhet. Az új előírások már szombaton, tehát április 24-én érvényesek lesznek. És hogyha már a szigetekkel zártam a blokkot, akkor még egy hír. Kapcsolódó információ. Kezdődnek ugyanis az idei próbanyaralások a Kanári-szigeteken. Több mint 45 ezer holland állampolgár regisztrált a kormány és a helyi utazási irodák Gran Canaria-ra tervezett kísérleti útjára. Közülük választják majd ki azokat az utazókat összesen 180 főt, akik május 1-e és 8-a között turisztikai célból beutazhatnak a szigetre. Segítségükkel tesztelik a nyáron bevezetni kívánt utazási protokollt. A kísérleti projekt résztvevőit egy négy csillagos szállodában helyezik majd és szabadon mozoghatnak korlátozások nélkül. Mielőtt azonban elhagyják Hollandiát, PCR-tesztet kell csináltatniuk, csak úgy, mint visszaérkezés után. A Megszerzett információk segítségével fel fogják tudni térképezni, hogy milyen biztonsági intézkedések szükségesek ahhoz, hogy ügyfeleik biztonságos keretek között utazhassanak idén nyáron Spanyolországba. Jó tapasztalat lesz egyébként ez a többi országnak is. Pfizer vakcinával oltaná be a kormány azokat a 60 évnél fiatalabbakat, akik korábban megkapták az AstraZeneca oltóanyagának első adagját. A trombózisos esetek miatt Spanyolország leállította ennek a korosztálynak a beoltását, jelenleg csak a 60 és 69 év közöttieket immunizálják az Oxfordi cég termékével. Az egészségügyi minisztérium most azt vizsgálja, hogy azok, akik megkapták az AstraZeneca első dózisát, kaphatnak-e másodjára esetleg Pfizer-t, tehát az úgynevezett vakcina mix lehetőségét boncolgatják. Ha bebizonyosodik, hogy kockázatok nélkül, magas hatékonyság mellett lehetséges a vakcinák kombinálása, az a spanyol kormány szerint előre mozdíthatja az oltási tervet. Az egészségügyi minisztérium ezzel egy időben azt is javasolta a héten, hogy a Pfizer és a Moderna első és második adagja között 21 helyet tartsanak 42 nap szünetet. Ezzel az lenne a cél, hogy sokkal több embert oltsanak be. Közel egy hét várakozás után megkezdődött, sőt, már több mint egy hét várakozás után elkezdődött a Janssen oltóanyagok szétosztása az autonóm régiók között. Az Egészségügyi Minisztérium szerdán indította útjára a központi raktárból a múlt héten érkezett 150 ezer adag vakcinát, miután az Európai Gyógyszerügynökség jóvá hagyta annak felhasználását. Spanyolországban a janssen a 70-79 éves korosztály immunizálására használják fel. Áprilisban még egyszer ugyanennyi adagoltó anyag érkezik majd a cégtől, tehát összesen 300 ezer adagot tud elosztani a kormány. Nem lesz kötelező oltás Galíciába. Ahogy arra számítani lehetett, az Alkotmánybíróság útját állta az Észak-Nyugat-Spanyolországi régióvezető terveinek. Alberto Núñez Feijó február végén fogadtatta el a régiós kongresszussal a koronavírus elleni védőoltás kötelezővétételét egy korábbi régiós egészségügyi reformra hivatkozva. A kormány már akkor jelezte, hogy az autonóm közösségek nem hozhatnak önálló döntéseket ebben a kérdésben, ugyanis az a központi kormánynak a hatásköre csak a saját rendőreit oltja a katalán kormány. A legfelsőbb bíróság pénteken kérdőre vonta a régió vezetőit annak kapcsán, hogy hogyan fordulhat elő az, hogy míg a katalán mosszosz embereinek 80 át addig az országos rendőrség és a csendőrség a guardia civil tagjainak mindössze 15 át oltották be eddig a koronavírus ellen. A bírák hétfőig kaptak haladékot arra, hogy megadják a válaszokat. A központi vezetés közben bejelentette, hogy a szakszervezetek kérésére, akik jelentették a történteket a kormánynak, átvállalják a testületek tagjainak oltását. És hogyha már oltás, akkor pillantsunk rá gyorsan az aktuális oltási adatokra. Spanyolország lakosságának 8,16%-a kapott eddig védőoltást. Ebből 3,8 millió ember kapta meg mindkét dózist, 6,5 millió pedig egyet vett fel eddig. A cél továbbra is a 70% elérése július-augusztus környékére. Nem hajlandók tovább a szükségállapot kérdésével foglalkozni, nyomatékosította döntését kedden a kormány. Maria Jesus Monteiro kormány szóvivő azt mondta, kizárták annak lehetőségét, hogy a május 4 i madridi választások után kérvényezzék a parlamenttől a riasztási állapot meghosszabbítását. Hozzátette, az autonóm régióknak enélkül is meg lesz a lehetőségük arra, hogy bevezessék a szükséges járványügyi korlátozásokat. Ezzel együtt pedig elutasították a néppárt, a pártidó populár által a szükségállapot felváltására javasolt B-tervet is. A baszk elnök Inigo Urkújú közben jelezte, hogy levélben fogja kérni a kormányt, hogy változtassa meg a döntését ezzel kapcsolatban. Vannak egyébként rajta kívül más régióvezetők is, akik nagyon nem értenek egyet a szükség állapot feloldásával. Egy rossz hír nekünk, akik életvitelszerűen élnek itt Spanyolországban, fizetőssé teszik ugyanis az autóutakat hamarosan. A kormány ezt a pontot is felvette ugyanis abba a helyreállítási tervbe, melyet április 30-áig küld Brüsszelbe. Azért teszik fizetőssé az autóutakat, hogy megkapják az Uniótól az útfenntartáshoz szükséges pénzügyi forrásokat. Miután folyamatosan járnak le a konzorciumok, egyre több autópályát lehet ingyenesen használni az országban, emiatt azonban a bevétel is jelentősen csökken, hogy ezt kompenzálják, ezért fogják fizetőssé tenni az autóutak használatát. Hátraharcot dobott a spanyol kormány, mégsem hajtják végre az igazságügyi reformot. Az uniós biztosokkal tartott egyeztetés után bejelentették, hogy véglegesen visszavonják a kongresszus által március végén jóváhagyott reformot, mely egyébek között kimondta volna, hogy az igazságügyi főtanács nem nevezhet ki tetszőlegesen új vezető tisztviselőket mandátumuk lejárata után. A döntés meghozatalában ugyanis a kormánynak is több szerepe lett volna. Az Európai Unió tavaly szeptember óta követi figyelemmel a jogállamiság Spanyolországi helyzetét. Havonta jelezték, hogy aggályosnak tartják a jogalkotási reformot, mert az új előírások sértik a bírói függetlenséget. A parlament március végén ennek ellenére hagyta jóvá az átalakításról szóló terveket, ám Spanyolország legfőbb bírói szervezetei panaszt tettek emiatt az EU-nál, erről egy korábbi videóban be is számoltam nektek, itt tudjátok visszanézni. Kedden Juan Carlos Campo igazságügyi miniszter végül ígéretet tett az Uniónak arra, hogy visszavonják a reformot, vagyis tiszteletben tartják a közösségi előírásokat. Borítékban küldött golyóval fenyegették meg a spanyol kormány több tagját. A levelet név szerint az ex-miniszterelnök helyettes Pablo Iglesiasnak, Podemosos Pablo Iglesiasnak, Fernando Grande Marlaska belügyminiszternek és a csendőrség, tehát a Guardia civil főigazgatójának, Maria Gámeznek címezték. A borítékban egy töltény és egy rövid üzenet állt, mi tíz napod van a lemondásra, az az idő, amikor még röhögtél rajtunk lejárt, országos rendőrség és csendőrség, addig van időd, még el nem duron a töltény. A történteket jelentették a rendőrségnek. Viszont ezt követően félbe kellett szakítani a madridi választási kampány második vitáját. A Cadenaszer csatornán, rádiócsatornán megrendezett eseményen a szélső jobboldali Vox jelöltje, Rossio Monasterio ugyanis közölte, szerinte Pablo Iglesias hazudik a neki is címzett fenyegető levélről, a kormányon lévő szélső baloldali Podemos vezetője, aki saját pártja színeiben indul a május 4 madridi voksoláson, bocsánatkérésre kérésre szólította fel a Vox jelöltjét, azt mondta idézem, ha a monasztérió nem kér elnézést, akkor feláll és távozik. Szerinte ugyanis cseppet sem elfogadható, hogy amikor gyilkossággal fenyegetnek meg kormánytagokat, a szélső jobboldal kétségbe vonja a tényeket. Monasztérió bocsánatkérés kérés helyett közölte, álljon fel és menjen el innen, úgyis ezt akarja a spanyolok többsége, ezt is idéztem. A vita vezetőján Barceló megpróbálta csillapítani a kedélyeket, és arra kérte Iglesiaszt, hogy maradjon, ám monasztériot tovább feszítette a hurt, és a legutolsó takarodjon kifelé megjegyzés után Iglesias elhagyta a helyszínt, a kampányvitát pedig a történtek után lefújták. Gyermekként kezelik a jövőben a kutyákat és a macskákat Spanyolországban, válás esetén. A kongresszus ezen a héten hagyta jóvá a polgári törvénykönyv módosítását mely lehetővé teszi majd, hogy vállóper esetén a törvény rendelkezzen az állatok felügyeleti jogáról. Az új előírások szerint ugyanis mostantól az állatokat jogi státusz illeti meg, tehát nem kezelhetők dologként. A kutyák, macskák kiemelten kezelve az időskorúakat, valamint a lovak ellátása így nem lehet majd vita tárgya. A bíróság fogja megállapítani a közös felügyeletet, valamint az állat ellátásából fakadó kiadások felének Fedezésére vonatkozó kötelezettséget is abban az esetben, hogyha a házastársak nem tudnak perenkívül megegyezni egymással. Nem engedné be területére a dízelüzemű kocsikat 2025-től a Baleár-szigetek. A kormány újra aktiválja az erről szóló 2019-es kezdeményezést, melyet a szocialisták és a szélső-baloldali Podemos együtt nyújtott be. Akkoriban alkotmányellenesnek minősítették a terveket, ezért nem történt előrelépés. Most azonban a Baleár kormány alelnöke Juan Pedro Jánez közölte újraélesztik a tervet, mivel az április 8-án megszavazott új állami klímatörvény értelmében a régiós kormányok saját maguk is hozhatnak döntéseket a klímavédelem érdekében. Ha végül valóban sikerül bevezetni ezt a tilalmat, az azt jelenti, hogy 2025-től nem léphetnek majd be, és nem is forgalmazhatják az új dízelmotoros járműveket a szigeteken. A kezdeményezés úttörő lenne Spanyolországban, melyel a szigetek gyakorlatilag az első dízelellenes szabályozás kísérleti laborjává válna. Visszaadják Franco örököseinek az egykori diktátor kastélyában lévő vagyontárgyakat. A lakorúnyai tartományi bíróság visszavonta az elsőfokú végzést, mely elrendelte az épületben található tárgyak állami letétbe helyezését, ezzel együtt pedig az épületnek az átadását is az állam részére. A friss döntés értelmében Francisco Franco örököseinek tulajdonjoga nem vitatható, ezért magukhoz vehetik a Paso de Meirász kastély összes bútorát és kiegészítő elemét, ezen kívül elrendelték a család kártalanítását is. Az épületet nem érinti ez a döntés, tehát az továbbra is a spanyol kormányt, államot illeti. A spanyol állam egyébként tavaly ősszel vette el az örökösöktől a kastélyt, mely 1938-ban került a diktátor birtokába és nyaralóként használta. Az épület a legelső bírósági ítélet szerint az állam tulajdona, a harmadfokú most meghozott ítélet szerint azonban a bent található kiegészítők, bútorok, frankó leszármazottait illetik meg. A történettel kapcsolatban még annyi érdekesség, hogy az örökösök korábban, ugye 2010-es évek elején múzeumként használták ezt a kastélyt, tehát rendszeres tárlatvezetéseket tartottak, bemutatták ott például a frankó által festett vázát, ott volt egy nagyon-nagyon értékes könyvgyűjtemény, illetve még rengeteg-rengeteg személyes tárgy, amiknek gyakorlatilag felbecsülhetetlen az értéke. És hogyha most ezt a frankó örökösök megszerzik, akkor gyakorlatilag pénzé lehet tenni ezeket az értékeket. Így most a kormány, újra fellebbezni fog ebben az ügyben, mert hogy nem szeretnék, hogy a család megkaparintsa ezeket a kincseket. Egyébként tüntetéseket is szerveztek emiatt Galíciában, nem szeretnék, hogy a örökösök kisajátítsák ezeket az értéktárgyakat. Szerintem a leghosszabb lapszemlét sikerült elkészítenem ma nektek, de annyira sok volt a fontos hír, hogy nem szerettelek volna megfosztani titeket az információ áradattól. Jövő héten jövök a legfrissebbekkel, addig is tudjátok, iratkozzatok fel a csatornára, kapcsoljátok be az értesítéseket a csengő kattintva, kövessétek az oldalamat Facebookon, Twitteren és Instán, valamint hallgassátok a rádió Brandet, a Mi Rádiónkat, mely a világ összes magyarjának szól. www.radiobrand .eu. Vigyázzatok magatokra. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!